Jelentős nagyságú kormány támogatás érkezik a megyébe, amelyet a megyei utak modernizálására, illetve egyéb infrastrukturális javításokra és fejlesztésekre költhetnek a kedvezményezett települések. Etét község például vízvezetésre 112 ezer lejt kapott, Székelykeresztúr útjavításra 352 ezer lejt. Oroszhegy 784.500 lejt költhet kanalizálásra, a Székely-Szentkirályi óvoda javításaira 564 ezer lejt utalnak. Farkaslakának útjavításra küldenek 16.800 lejt, Bögöznek aszfaltozásra 631 ezer lejt. Nagygalambfalva a polgármesteri hivatal építkezési munkálataira, Parajt kanalizálásra, Székely András falva vízvezetésre kap pénzt a kormánytól. Utakat javíthat továbbá a támogatásból Varság és Szentegyháza, de Székelyudvarhely is a kedvezményezettek között van. A Kipikopi napközi otthon építkezéseire 251.600 lejt és az Éltetőkút utca javításaira 200.000 lejt utal a kormány. A kormány támogatásról Ince Csongor, a megyei tanács alelnöke beszél. Nagyon fontosak a megyei önkormányzat és valamint az egész megye számára ezek a kormánypénzek, mert ez idáig a bizonyos munkálatok azért álltak, mert egyszerűen forrás hiánnyal küzdöttünk. Azt kell tudni, hogy ezek a beruházások, munkálatok, amiket beterveztek úgy önkormányzataink, mint a megyei önkormányzat, azért ez nem luxus beruházások, hanem a közösség igényeire a válaszok és úgymond létfontosságú kérdések. A megyei utak feljavítására több mint 4 millió leérkezik a kormány helyi fejlesztési programjából a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium rendelete alapján. 995 ezer lejt utalnak ki a 134 A-jelzésű Kis-Solymosi megyei út javítására, 2 millió lejt a 123 E-jelzésű Csíkpál-Falvi megyei útra és 1 millió 100 ezer lejt a Csicsói híd munkálataira. Mint ismert, április végén előzetes eljárási beadvánnyal fordult a megyei tanács Liviu Dragnea regionális fejlesztési és közigazgatási miniszterhez, mivel egyetlen megyei út feljavítását sem foglalták bele a 2015-ös büdzsébe. A szóban forgó utak annak ellenére maradtak ki előzőleg a programból, hogy azok munkálataira megkötötték a szerződést, és a szakminisztériumnak biztosítania kellett volna a finanszírozást. A jelenlegi helyzetben visszavonta a beadványt a megyei önkormányzat.